Hőstettekről, odaillő módon, hallgatott az öreg pince, nem is öreg ózon. Délután volt, arra sétált a bíró leánya, a kezéről, megvárjuk, épp lecsúszott szőrös hozománya. Térünk, fordult, sétálgatott a rezi határban, elhagyva a pénes kesztét 2 óra tájban. Aztán hazament. Múlt az idő, felnőtt a bolt, és este is volt már. Hőseink hazaindultak a hegy gyalogútján. Na de hőseket nem ismerünk, ugye nevek nélkül. Leírom hát, ahol röfveskés habozás nélkül. Igaz, hogy nem valódi, ez veszélyes lenne, egy-két leszármazott után utód netán rám förmenne. Használhatnám aztán tóla utána Mankónak, elnevezem inkább őket Miskának, Jankónak. Yeah.
Kiderült a hajnal szépe, és véle az igazság, egy elhagyott szőrös munkos, nagy volt a kopasság. Megvásnak a kamposbotok, s kihult a húf szőre, nem eresztem mondomlámat most már hosszúra sem bőre. Megegyeztek a harcosok, a csatát megnyerve, indulunk vissza a hegyre, ellenség leverve. Nem is mondjuk el senkinek, tartsuk mélyen titkon, de egyszer csak szárnyalt a hír a falunkban otthon. Hol is történt ez az eset? Most mondom el szélben, tök ezt helyez közeleső, híres rezinegyben. Ez a betyár romantika lengibe etájan, szebb hegyet és jobb bortermő ember nem találhat. No de Muflandia néven kevesen ismeri, idegen, ha így kimondja, reziben megverik. Óvakodok én is ettől, humorom belézem, nem sértek véle senkit, őszinte remélem. Semmi között van! Erika, a részvényeket!